Új kerítés védi a Mérki temető sírjait. A régi drótból volt, és már nagyon meglátszott rajta az idővasfoga. Nemrég cserélték ki, ahogy a sírkertben lévő korábbi földutat is a közelmúltban kövezték le. A fejlesztést a református egyház pályázott, és nyerte mintegy 5 millió forintot a Magyar Falu program keretében. A településen a közösségi házat is fejlesztik mintegy 15 millió forintból. Korábbi években megvalósult a külső szigetelés, a pelem kiépítése, valamint ez maradt el a fűtésrendszer, ez egy 30-40 éves lemaradt projekt, ami jelenleg kifutóba, illetve megvalósításra fog kerülni, úgyhogy örülünk neki, mert gondok voltak az elmúlt években, csöpögtek a radiátorok, és így hál' Istennek köszönhetően a pályázat megnyerésével kapcsolatosan, hogy ezt is meg tudjuk valósítani. A festéssel és járólapozással pedig már végeztek. A régen iskolaként funkcionáló épületben esketéseket tartanak, honosítási kéremeket bírálnak el, és ez az otthona a katolikus karitásznak is. Erre a korszerűsítésre is a 2019-ben indult Magyar Falu program adott lehetőséget, melynek keretében a térségben számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években. 225 pályázatban közel 3 milliárd forint érkezett ide a Szabolcs megyei 6-os számú választókerületbe. Itt óvodafelújításokról szól a történet. Közösségi terek megújításáról, temetői ravatalozók, temetőkerítések felújításáról, tornatermek felújításáról, meg hát a kedvenc téma ugye ebben a programban a falubuszok beszerzése. Most is ebben az évben 4 falubusz talált gazdára. A program forrásaira az önkormányzatok mellett civil szervezetek és egyházközségek is pályázhatnak.